Második alkalommal került megrendezése a zempléni tekerentyű. A kettőnapos kerékpártúrát a szervezők nem véletlenül az Európai Autómentes Napra időzítették szeptember 14 és 15-ére, hiszen így próbálják a városlakók és a városvezetés figyelmét felhívni a környezettudatosság erősítésére. A résztvevők 15 településen élhettek hobbiuknak, hiszen nem versenyszerűen tették meg a távot, hanem sokkal inkább olyan tempóban kerékpározhattak, amelyben gyönyörködhettek a Zemplén legszebb részein. A rendezvény megnyitójára, ami egyben a rajt állomása is volt, Sárospatakon az Árpád vezér gimnázium és kollégium parkolójában került sor reggel 8-kor, ahol is Sikora Attila, a város alpolgármestere, illetve Vajócki Andrea programszervező biztató szavai után elkezdődhetett a tekerés. Második alkalommal kerül lebonyolításra az Zemplényi tekerentyű Sárospatak Baskó között. Én remélem azt, hogy mindenkinek ez a nap, hogy mai nap is kellemesen fog eltelni. Én örülök annak, hogy ilyen sokan vannak, akik példát mutatnak, hiszen ez a mai rendezvény autómentes naphoz csatlakozik. Akik vannak, akik példát mutatnak arról, hogy le kell tenni néha az autót, és elő kell venni valamilyen más eszközt, mondjuk a kerékpárt, ami a legegészségesebb sportok közé tartozik. Ez már most második éven kerül megrendezésre. Azt kell mondanunk, hogy lelkes szervezők fogtak hozzá a tavalyi évben. Elsősorban az Árpád vezér gimnázium, illetve a Gönczi járóbeteg szakellátóközpont vezetője fogott össze, és megpróbáltak olyan programot kitalálni, amely az amatőröknek és a profitnak is egy kis lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a szép sportágat, a kerékpárt üzzék. Illetve hát elsősorban az a célja, akkor is az volt tavaly is, és most is, hogy figyelemfelhívás legyen arra, hogy nem kell mindig az autóval ülve közlekedni, hiszen az autómentes naphoz kapcsolódik mind a két évben a rendezvény, hanem néha le kell tenni, kerékpára kell szállni, és hát nem beszélve arról, hogy egy gyönyörű tájon mehetünk keresztül, tehát hogy a Zempléni tekerentyű a neve, ez a Zempléni táj azt hiszem az ország egyik legcsodálatosabb és még talán felfedezetlen tája, úgyhogy akik itt részt vesznek ezen a túrán, nem csak a mozgás örömeinek örülhetnek, hanem annak is, egy gyönyörű tájon mennek keresztül, aztán este a Baskón egy kellemes pihenőhelyen kipihenik a fáradalmait, mert azért lesz, én abba bízok. Így körbe, hogyha mennek, ugye nem a legrövidebb távon mennek, hanem Újhely felé, egy olyan kb. 80-90 km a vége, úgyhogy valóban emberpróbáló táv. Éppen most zajlik még ugye a spanyol körverseny, a tévében lehet látni, hogy 170-180 km-eket mennek naponta, hát ez annak a fele legalább meg lesz. Amatőrökről lévén szó, azt hiszem ez gyönyörű teljesítmény. A tavalyi évben is és most is az egész útvonalról gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a Sárospatak az indulóállomás, és aztán útközben folyamatosan veszik fel a csatlakozókat. Sátoralja Újhelyben egy komolyabb csapat csatlakozik, és aztán végig az útvonal mentén mindenhonnan jönnek lelkes amatőrök, így aztán végén a Baskóra már egy igen komoly csapat érkezik meg, remélhetőleg ez éven is így lesz. A helyszínen stábunk egy ismerős arca bukkant, hiszen az indulók között Csuha László, szikszói lakos is szerepelt. Nagyon jó lesz, jó kis bemelegítés volt, kényelmesen átjöttünk a kerékpárúton, Patakról Újhelybe. Egyelőre még kevesen vagyunk, de most még csatlakoztak hozzánk. Nagyon kedvesek itt a bringás társak, szóba egyettem is egy ismerőssel. Úgyhogy egyenlően jól érzem magam, a bringa is kényelmes, bár ez még csak az első szakasz, hogy idő kitart, akkor jó lesz az egész nap. Az első pihenőhely Sátorolja Újhelyen a Csendőrkertben volt, ahol a bringások szusszanhattak egy keveset, és már indulhattak is tovább egészen Mikóházáig, ahol is egy vendéglő parkolójában gyűjthettek erőt a következő pontig. You might not wanna jog on this one. Get here, don't wait for the summer. You already hot, I'm already hot. No sweat, no Under Armour. You with your spikes or your good nights. Holla back if you need a sponsor. Yeah, yeah, I then Mr. Alright. Come around with a few more commas. Tell me, girl, do I got a top rose petal? See me with the mama, can I make you jealous? Yeah, be a honor, gotta say you special. Beat it like a drummer, girl, you better be careful. Come plan day, what's a bit late? Like Frederick down, be chitlay. Calling on you this moment, this instinct. What I do is just basic instincts. You see me all over her, you want me all over you. Soon as I get near to her, tell me what you wanna do. I wanna let you.
Ezen az állomáson kértük meg Vajuszki Andrea szervezőt, hogy ismertesse a kétnapos programot. Tehát az alapötlet az tavaly körülbelül augusztus környékén egy baráti társaság, egy néhány fős baráti társaság fejéből pattant ki. Próbáljuk meg valamilyen szinten demonstrálni ezt az autómentes napot, mert hát igazából tudom, hogy vannak kezdeményezések, főleg iskolák részéről, de azt gondolom, hogy annyira átsiklunk ezek felett, a dolgok felett is. És valóban nagy fontossággal bírna ez, hogyha az emberek felfigyelnének rá. Jó magam egészségfejlesztő révén én próbálom inkább az egészség tudatos oldalát erősíteni ennek, de nyilván nagyon fontos, és szorosan összefügg ugye a levegőszennyezettség, a mozgás, és hogy mindezt gyerekkorba elkezdjük. Én jó magam sárospataki lakos vagyok, és Sárospatakon élek, de Göncön dolgozom, most már 3. éve, egy járóbeteg szakellátó központot vezetek Göncön. És azt gondolom, hogy nagyon keveset tudunk a képviselő úrra, az országgyűlési képviselőnk szokta mondani, hogy a hegy másik oldaláról. Én szerettem volna, hogyha egy kicsit jobban megismerik az emberek a sárospatakiak, sátorai, újhegyiek a hegy másik oldalát, és az ott élő embereket, a hegyeket, a völgyeket, tehát a természetet, a szépségeket is. És ezért úgy gondoltam, hogy hát ha már ennyien csatlakoztak Sárospatak sátoralja új helyből, akkor próbáljuk meg a másik oldalon is ezt a csatlakozást is. Azt gondolom tehát az első ilyen tekerentyűs rendezvényünk olyan szempontból jobban sikerült, hogy többen csatlakoztak. Tehát ott tényleg az iskolák, itt a Mikóházi iskola is, a Pálházi iskola is jött velünk, és minden egyes ilyen megálló helyen csatlakoztak az iskolás gyerekek is a nevelő tanárokkal együtt. Nyilván nem 90 kilométert tekertek egy nap, hanem rövid távokat. Ezekkel a nevelőkkel, testnevelőkkel vissza is tekertek, 10-15 kilométert jöttek velünk. Debrecenből, Nyíregyházáról, Kisvárdáról érkezett egy kisebb csoport. Nagyon kevesen vannak Sárospatakról, de vannak Békéscsabáról, Budapestről, Debrecenből, tehát nagyon-nagyon széles a kör. Én annak a híve vagyok, hogy lassan megyünk előre, úgyhogy majd az 5. ilyen tekerentyűs rendezvényen szerintem már minden polgármester itt lesz. Mert azért most is csatlakozott hozzánk a Golopi polgármester, a Hejcei polgármester, a Baskói polgármester úr, ő szervezője ennek a rendezvénynek is, ő tavaly is végigjött velünk, és ott várta a csapatot Baskón fönt a saját településén is, és tényleg az elejétől a végig, illetve a szervezésben is folyamatosan részt vesz, és nagyban segíti a rendezvény szponzorként is. De tavaly is vártak minket Telkibányán, Göncön, a Gönci polgármester úr várta a járóbeteg szakellátó udvarán, és üdvözölte a csapatot. I'm gonna run to you, so you can have a little bit of fun with food. I know what you wanna do, wanna wiggle, wiggle, wiggle in my underoos. Got you wet, dripping like SoGlo. Never should have let you bounce on my pogo. Now you wanna... Pálházán is megcsodálhatták a táj szépségét, de láthatták, ahogy éppen elindul Kőkapu irányába a térségben híres Kisvasút. She's my main hoe. I got your tickets, they're on Fandango. Back row, no throw, I'll be eating a mango. Tavaly is részt vettem az első tekerentyűn. Én amúgy Felvidékről jöttem, mert akkor egész onnan Pácin mellől jöttem Bringán, Sárospatak, és akkor folytattam tovább, akkor több mint 100 kilométer megtettem, de az éven is itt vagyok, úgyhogy az éven úgy jött össze, hogy itthon voltam, mert nem vagyok amúgy itthon, és akkor láttam az interneten, meg küldtek értesítő e-mailt is, úgyhogy ha mondom itthon vagyok, akkor biztosan itt leszek, úgyhogy szeretek ide járni, mert a társaság másabb, mint ha edzek, vagy járok Bringán egyedül, így azért, és főleg ott aludni, másnap megint letekerni, egy élmény, így a két napos, úgyhogy megéri eljönni. De én azt ajánlom bárkinek, aki szereti a bringázást, vagy a kirándulást, hogy jöjjön el, próbálja ki, megéri. Ha még nincs olyan kondícióban se, vagy valami, hát ez nem arról szól, hogy most
hogy gyorsasság, meg egyébként a baráti társaságot lassan vonuljunk tovább. Búzsba és Telkibánya dombos vidékein bizony fárasztó volt a tekerés, de kerékpárosaink megbirkóztak a feladattal. Pihenő idő alatt stábunkkal kíváncsiak voltunk arra, hogy mit érdemes magunkkal hozni egy ilyen hosszú útra. Hát nagyon fontos a folyadék utánpótlás, tehát folyadék nélkül nem szabad elindulni, plusz még a kalória. Hát érdemes csokoládét hozni ilyen utakra, mert az gyorsan pótolja az energiaveszteséget. Tehát én folyadékot hoztam és csokoládét. Hát részt vettem a tavalyi túrán is, az első tekerentyűn, és azért jelentkeztem most is erre. Hát voltam már több túrán is, igen. 2 évvel ezelőtt voltam Ausztriában, 6 nap alatt 650 kilométert tekertünk, és 6500 méter volt a szintkülönbség. Tehát ez a túrához képest egy ilyen edzés, egy bemelegítés. Jövőre is tervezek, most ezen az éven nem túráztam annyit, de jövőre szintén szeretnék egy hosszabb túrákra menni. Tehát egy napi 100 kilométer. A kerékpárosok bizonyára megijeszhettek már, hiszen elmúlt dél félúton voltunk, amikor is eljutottunk Gönc városába, ahol már egy üst finom paprikás krumplival is vártak minket. A város polgármesterétől, Sivák Jánostól kaptunk információt. A Gönci járóbeteg szakellátó épületének az udvarán vagyunk. Ez kisterjesztési járóbeteg szakellátó központ. 2011-ben adtuk át évvégén működésnek. Azóta szerintem teljes egészében nagyon jól üzemel, és nagyon sok ember találja meg itt a gyógyírt a betegsége, de nem kell Szikszóval, illetve Miskolcra utazni a gyógyulásához. Most jelen pillanatban ennek az MTN tekerentyű rendezvényének ad az egyik állomása, hiszen körülbelül félúton van a Sárospatak és Baskó között. Azt hiszem ez a legjobb olyan hely, ahol egy picit meg tovább pihenhetnek a bringások, és meg tudnak ebédelni is, hiszen itt a fiúk főztek délelőttek is bográsban a csapatnak. Én úgy gondolom, hogy innentől kezdve kicsit át is nevezhetnénk már ezt az Empini tekerentyűt, mert lehetne innentől kezdve Abói tekerentyűnek hívni, hiszen Gönc már Abóhoz tartozik, de ez csak viszont azon a lényegen nem változtat, hogy mindenféleképpen azt érezné, hogy Zemplén is Abói együvé tartozik és egyfelé tart. Tavaly ugyanúgy központi állomás volt Gönc, egyébként képletesen is, hiszen ez valami fajta hídnek a középpontja Zemplén és Abói között, én úgy gondolom, ennek van némi képi jelentése is. Szeretnénk, hogyha együtt dolgozhatnánk, illetve kicsit közelebb kerülne egymáshoz a megye két telep, illetve tájegysége. Tavaly tevékenyebben vettünk részt, hiszen voltak fiatalok, akik csatlakoztak kerékpárral ehhez a rendezvényhez. Idén egyéb rendezvény miatt nem igen tudtak beszállni a tekerésbe a fiataljaink, de ígérem, hogy jövőre én is kerékpár pattanok. A kiadós ebéd után a résztvevők új erőre kaptak és folytathatták útjukat Göncruszka, Vilmány, Vizsoly, Boldogkőváralja, Boldogkőújfalú, Abaújszántó és Sima településén keresztül, míg nem eljutottak a célállomásra, Baskóra, ahol a Kőröshegyi fogadóban elfoglalhatták szállásukat. Hegedű Szilárd polgármester úr osztotta meg velünk, hogyan kapcsolódik Baskó települése a túrához. Az Emplén és Borsod egybe tartozik. Ha a régi időket vesszük és visszamegyünk a közelmúltba, a Rákóczi időkre, Sárospataknak a múltja igazából, amit ismerünk, legjobban a Rákócziakhoz kötődik. Ugyanúgy Baskó, mint egy kis zsák település.
ugyanúgy a Rákócziak birtoka volt, szerves része volt abba az időbe Boldogkővárajának, a Boldogkővárai várhoz kötődő birtokrendszernek, és ugyanúgy az ezt a térséget felfűző települések mind igazából ebbe a térségbe, a Rákócziak idejébe egybe tartoztak, egy birtokszerkezet volt. De maga a tájnak a jellege, az útvonala, és maga a Hernád völgy széle, és ugye Telki bányánál, hogy megkerüljük az Zemplént, tehát itt tudunk átjönni a leglankásabban, megkerülve a Zemplént Sárospatakról Baskóra. Tehát ez az útvonal, ez így alakult ki. Ez a Vajnóczky Andrea agyából pattant ki ezelőtt két évvel. Akkor szerveztük az első tekerentyűt. És egy olyan egészségprogramnak a része volt akkor is, ami a térséget igazából egybe fogja és egybe megmozgatja. Ugyanúgy az iskolákat, a települések iskoláit, a fiataljait, és persze az aktív korúakat felfűzve erre a rendezvényre. A bringások az elfogyasztott vacsora közben élőzenés koncertet hallgathattak végig egészen 8:30-ig, majd kipihenhették az egésznapos fáradalmakat, amire szükség is volt, hiszen másnap reggel indulhattak visszafelé. Da 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 da